Adrián, a mikrofonnál Kocsi Zsolt. Középiskolások és egyetemisták demonstráltak Budapesten az oktatási államtitkárság épülete előtt. Onnan a parlamenthez, majd a Magyar Rádió épületéhez vonultak a tüntető diákok. A demonstrációt a Human Platform szervezte. A középiskolás és egyetemista tiltakozók 6 pontból álló petíciót adtak át a rádió megbízottjának. Ebben új felsőoktatási törvényt, a keretszámok 2011-es szintre történő visszaállítását, minden tudományterületen a teljes állami finanszírozást, az elvont források visszaadását, a hallgatói szerződések eltörlését és az egyetemi autonómia helyreállítását követelik. Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere az országgyűlésben megerősítette, hogy a kormány eltörli a keretszámrendszert, és jövőre mindenkit felvesznek egyetemre vagy főiskolára, aki megfelel a miniszter holnap tárgyal a hallgatói önkormányzatok országos szövetségével a javaslatokról. A kormány szerdán dönt a felsőoktatás tervezett átalakításáról. A Szalay utcai demonstráción több ellenzéki párt képviselője is megjelent. Az országgyűlés megszavazta a járásbírósági rendszer felállításához.